megnéz bennünket. Nem. Nem a kocsi. Ja, de azok már most meg. Thank you.
korony, az már az. Thank you.
Gyertek már, segítsetek, lehúzunk. Itt, mindjárt fogjuk. Igazítva. Fred! Még egy kör. Igen. Hamarul zárjuk van a csapat. Rá fog menni a kukoricára, húzzátok! Nem lesz neki semmi baj, ha rá is jön. Fél kukoricára, kicsit
földet értünk. Sikerült sem. Ez egy ja, igen. De úgy, hogy nem volt olyan félelmet. Nem, egyáltalán nem. Mindenkinek merem ajánlani, és fogom is. De utánatok nem megyünk soha többet. Ne? Ne átudjuk az ötöm. Jó, nem menünk itt a forrón is. Autópályán, ha integettek, köszöntek. Nem majd hát azt a sűrűnyel kezdődik. Nekem is integettek a fóliában. Sárkány repül az ide tartozott hozzátok? Tessék? Sárkány repül az hozzátok? Nem. Na most már kiszálltok, ne gondoljátok. Most már megisztük a jó megérdemű tunikumot. Nem tudok, Éva. Mit csinálsz, hogy itt nem? Jó, már én vagyok. Tessék. Nem, én fogunk kán. Felteszem a sapkát. Bősz! Kicsak kötött nekem. Mindenök irányba, nem? Vajna. Amarul biztos. Amarul csak. Amarul csak. Nem majd egy kicsit barul. Engedjet. Még? Jó, már most már kiviszem a lábamat is. Visinek a fényképezőjét? Itt van. Fényképezté? Hát ennyire erőtteted már annyira akkor. Nem erőtteted éppen. Örülök, azt mondtátok, hogy jöttök. Nem, csak mikor bejöttünk az autóba, azt mondta, hogy jöjjünk. Gyorsabbak voltak, mint mi. Hát úgy sietünk. De nem tévedtünk el. Itt van a korrancs, hogyha köl az autóba. Nagy munkával, hogy kamerázmáni van. Veszlek, Feri. Én nem is tudtam, hogy ehhez is érted. Még katont is megfoltozzál. Ezzel azt tudom is, hogy nincs semmi hibán. Nagy tudod, hogy hőrét bolondhoz. Ez hasonlít a fólia húzáshoz. Ott is mindig akkor fúj a szél, mikor fóliát húzunk. Mindig akkor fúj a szél, mikor fóliát húzunk. Engedjétek most már befelé. Három-négy személy ez a kocsán. Ez egy jó csapat.
Lehet bulizni estére? Majd már délbe gondolok. Már föl a pörpőt, azt hiszem. Meg is lehet bulizni. Mondtam is, hogy ne várjuk. Akkor ugatlák fel, hogy hamarabb kifogy a levegő. Így van, a dugóta. Hát ugye a meleg levegő. Nem akar. Persze ott van ám olyan leszállás, hogy erősebb a szél. Leszálltál, bab. Ez az. Mindenhez ért. Hogy hinnye ilyen között. Mi vagyok? Vagy úgy se használja, már hiába nyíl rajta. Nem akar bündulják ide szívesen. A körmöt azt használna még azért. Azt sem, hogy mekkora kapacitás autóilag, hogy visszajöre gyűnni a kezének vagy. Kamarát összeszerelni. Menj. Így, mint tegnap. Hogy? Hát nálatok menj a kapacitás, hogy... Elfélünk biztos. Akkor nem kérdezni, hogy nincs engem ére. Ja nem, hát állom, miben fél? Egy ember? Még mi sem van, hogy hát menjünk gyalog. Hát nektek mit? Itt is légy. Hát még... Valós, megisszuk az unikumot, az üveget odaadjuk. Felivel mi kezdésben vagyunk. Fogd már meg azt, légy szíves. Fogom. Az üveg itt nem maradja véletlenül. Az üres, vagy a teli? Kezem egy hibe. Szóljatok a másik utasnak, mert az avatás most kezdődik az első. Hoppá. Aranka! Aranka, Komenzi! Komenzi, hitte le? Milyen avatás? Húúúú, gyere! Először terve a segünk, vagy mint a vadászoknak, hogy... Még... Összannak még több... Az utasoknak kell felrakni a cuccot. Ez már jó dolog. Igen? Így aki előtte, vagy ne? Nem, fontos. Attól tudod, hogy messzire készült, vagy nem? Oda a legalsó, vagy a másodikba valami. Egyszerre, húzd meg! Húzd meg fel! Állj! Még húzzuk meg egy picit. Egyszerre, húzd meg! Nagyon jó már, elég gyakorlatilag. Jó. Jó. Várjatok majd mindjárt. Gyertek ide, levesszük az égőfejet. De, nem, nem megyek. Meg kiközelni minden. Ugye? Egy nyitróval kevesem. De keresjük? Nem kell. Hát így szokott lenni. Gondjunk csonhába. Jó szándékból mondta, hogy megkeressek én. Csak jó szándék. De nem gondoltak olyan. Nem. Ebben ki van, nem van zárva. Jajon. Azt mondták a pilóta urat, illetve jól éreztük ezt magunkat, ezt főként átnesítik. Igen? Azt otthon próbáljuk majd. Azt itt hagyjuk ezt. Nem minden, csak addig a cukorcukor ide úgyis előre állok. Ja jó. Persze. Elmint egy palacka. Ezek szerint. Drága felzsön is fut. Na fűtöttek akkor rendesen. Ez is olyan három. Az is ebben nem volt. Akkor nem. Jelent, hogy mindenki fogjon így. Várja már. Ja, kikének. Ja, még nem kötöttek. Hát mi csinált már? Te is tört a tőlem ki. Kifelé lehet már szedni, mindegy, hogy hozzá. Igen. Igen. Igen, azért sokat látott már ilyet. Nem az a baj, ne értsetek félre, csak nézem itt a földöntőle. Föntén már nem tudok kérdezni. Föntől lesz fontosabb. A föntél eltörnél nincs.
Mikor behajtottad a verjét, fölveszik, kívüli, hogy tudjon ízni még kezelőszerveket. De hát hogy van behajtva, aztán azért az én eldönteni a repülőgépet is, ezt is, az összeszerelésen is megfontosabb. Na most még olyanokra figyelünk, amit nem akarok mondani, de nem is gondoljátok, végig, ötször végig vízzük, ötször, meg hatször. Mi nekünk azt tudni, mivel felmetezünk fabrikátnak a többi. Úgy. Egyszerre gombaítóval, atkalövővel, rovarítóval. Itt már nagyon tapasztalt valaki. Ilyen még van nálad? Nem tudom. Már ezt hát a balonnak akkor mit közök? Minek? A balonnak. Várjátok, hogy nem benne, már bárkasztok zárni. Ugorjál már, legyen. Nem tég. Van egy? Ha majd nem kell lesz. Emberek csak is tovább. Innen az marad. Húzz ki. Úgy, befele. Hagyd benne. Hagyjuk benne, így fektessük. Úgy, engedd le. Úgy. Ja, amúgy a basszus. Hát mondom, hogy ide. Fogd meg csak ezt. Az akasz le ide a lukba a karabé. Hele. Az kivitt elég. Első. Ügyetlenség. Segítsek valamit. Vagy a fény okos telefon. Mert akkor naptak szembe fényképező. Nem az, hogy okos akarlak, pedig okos vagyok. Így gyönyörűen. Így ráhasalsz, várod, hogy mi lesz. Újjaj, Zoli, se közel létez. Hallottok a gépeket. Az igazság, hogy én nem bírok hajulni, helyettem ötfő te is. Bocsánat, de ezt fölkülhetem. Várjál, várjál. Ez van a legjobb a repüléskor. Na gyere, férj uram! Én nem bírok, nem jól, derékam! Nem baj, nem a derékod rajtunk. De a tiát már nem simogatják annyira. Ja, csak azt bírom. Na. Jó nagyot, ha ne, jó nagyot kérni. Maradjál! Ez jó! Még egyet! Még egyet! Na most a pilóták is. Most már régen volt. Most már legközelebb. Ti ketten, akik repültek, a következő barátnak, rokonnak, ismerősnek esetleg a még repülés, rájt ezt a seggére, de milyen kérjétig nem ütett? Jó! Öcsémben volt egy... De itt próbáltad én megért. Öcsémben volt egy pilóta srác, akit ott Öcsémben sikerült neki a vizsgája. Nem sokan voltunk, csak 24-en. De... És a hölgynek befeküdt az ölibe, a széken ült, 24. Másfél napig így. Szóval az ejtőernyőben is az van. De Rékad nem javult tüle? Első ugrásnál meg minden századiknál. Csak az elsőnél. Egy csaj leül, a fej így székön, a csajnak ide tesszük, vagy a csávónak a fejt, a csajnak az ölibe lefogja, azt ahány ejtőernyő, és akinek csak több ugrása van, az üthet el. Aztán a következő száznál megy. Gyertek erre az oldalra. Jó. Elfér ott. Viszont még már nekünk ide közelebb. Jó, 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 volt az jó. Azért. Megoldjuk. Kicsit ide megyünk gyalog. Persze. Te vitte fel arra még? Kénytelen vagyunk, mert kicsit vinni kell. Na most már nem megyünk vissza Csengelére. Van egy autó, hogy visszatérünk. Van egy autó. Jó a csapat, haga. Képzeljétek, volt olyan csapatunk. Keskeményre ott a Vicsóvéri sárdánál voltunk, testő volt, inci-finci, el se tudta, hogy mit csinál. Repülök, azt mondja, nem fordulunk vissza, nem mondom, ne haragudjál. Ez nem olyan eszköz, hogy kormány az élet, majd leszálltunk. Én már nem is ültem a Lajos mellé, őrejtettem a csaj. Elfelejtettük, az utánfutó úgy le kellett venni, bedugni. Nem dugtuk be. Valami csak. Képzeljétek el, betonok már nem vannak semmi. Úgyhogy úgy jöttünk haza, a csaj ott szarolt egész a Vicsovitára. Igaz van ez? Azt hagyján, hazaértünk fél tízkor, és fél tizenegykor indultunk Erdélybe, Parajdra. Meg indultunk Parajdra, függeszködni. Na ezt megfogjuk mindig. Egy kis sót keresünk. Majd, az a vastagabb sőt lenne nagyon. Mit? Vékony az a sőt. Jó, ez könnyű. Könnyű, de egy kicsit átmérő, mert nagyobb kell, mert könnyű. Ja. A sok mit félsőt? Vagyunk itt, anyja. Vagyunk itt, bírjuk ezt a helyen. Bőtözzük azt a helyét. Ne billen. Ez itt marad? Ezt meg visszük, Feri, mink, ugye? Ebben a fóliában pírnák fűteni.
Mi bíztam a kisebben. De egyen meg a lelki világot. A testi dugnyádat. Jó csak kapaszkodtál volna, plogott volna lábad. Persze, miért? Mindjárt kötött nyakamba kötöttem, hogy egyet, hogy ide. Ennyi ilyen bírjuk a kosarat, ugye? Persze. Én gyöngni bírok. Hanem akkor letesz. Hát, nyugodj a... Meg várj. A palack, oda két emberkő. Oda, ide, ide így. Vagy oda. Te meg maradj ott. Hát itt vagyok mindkettőnek. Nem baj, elég az. Ott, ja, azt nem tudjátok. Azt a sarkot senki nem fogja. Ha? Nem, nem. Nem. Minek? Tiszta fölösleg. Most nem bírj egy gyorsot. Holnap már még öregebb lesz ő pedig. Mehet. Gyere, gyere, aztán kollégám. Már van a helyzet. Mindjárt két halaszkot fogjuk letösszük. Hát a trúfot adom a legjobb. Másikat hova teszik? Nem tudok, elviszi minket az okosomot tartóban. Majd benyomja, benyomja. Várja. Magokat, majd két nevet kérünk. Ott van Ili. Én nem rendőrtem tovább, aki rendőrtem. Nem, mert rendőrőnek üdv vele, én állok a túléte. Túléte? Szóljon már rá. Tegezzel csak, mert ez az ember, ez ilyen ám. És akkor ilyen okonokkal van megállva. Azt szoktam mondani, hogy az össze rám az első követ, aki fejt fönt. Mikor lesz 70? Ennek majd más találunk ki. Másnap két kört mehettem a géppel, és második alkalommal beütöttek itt szintén az ajtó mellé, egy ilyen kis ökban, az kész. Ha van utas, akkor négy körbűjön le, így lejöttünk kettőbe, és így oldalt, így néztem a főre. Kijött, ú, bazd meg, te itt voltál, mondom, köszi, akaratlan. Hamarabb leértek, mint az ejtelnyőst. Mocskos úr jön lefele. Csak egy fél alapás. De hát te is iszol csak akkor. Akkor iszok én is. Mivel adod magad? Mindegy, már ki, vegyél már ki egyet ebből. Már nem baj, ugye. Már nem. Fél volt az alsó. Nem. Akkor add ide azt, hogy nekem mindig. Alkohol amúgy is feltétlenül. Ja. Isten éltesse a fotós. Hát meg a, léghajósokat is. Érdik, nem mondja nekem lesős. Kedves utasok, lehet elővedni fényképezőgépet. Azt hiszem, már mindig ezt hozom. Kamera van. Zoli, kom már. Két utas csak. Nettek még tenni. Fotót. Ha nem köré térgyepőri, maradjatok. Mai nap emléklap kiállítatott Tótné Sisák Aranka és Tóth Zoltán részére. Az első hőlékben az utazás és a vele szerzett nemességjogok bizonságul Misutus András és Böddi Lajos, mint a Hotel Alfa 871 Larsonai hőlégbalon kapitányai, légijáró őseintől kapott jogunká élve a társunká fogadunk titeket, aki mai napon tetted meg első utazásodat velünk. Ettől a naptól kezdve tudd és érezd magadénak azt a földet, amilyen kosár a magasban vagy alacsonyan van a levegőben. Tartsd meg törvényeinket és maradj társunk. Fogadd el tőlünk, Aranka,
te zöldség földre leszállósi nevet kaptad. Ez a fantom név. Zoltán, tehéncsordát kergetősi repülősi nevet kaptad. Fogadd el tőlünk ezt a nevet szeretettel. Viselt becsületet, és soha ne feledd. Megjelünk titeket a tűzjegyével, amely bennünket a kék ég bevel. Egy kis hajégetés. Nem. Akkor nem várom. Nem kell hozzá tűz. Megjelünk titeket a földjegyével, amely útunk végén magához ölel. Csak imitáljuk. Nem szólunk. Lapászára köszik az Iván balonosok. Én megjelünk titeket a balonos igatával, balonosok italával, amely újonnan nyert előneved és keresztvizet legyen. Nem sajnáljuk mink. Ez víz volt? Nem. Kölyökpesgő. Nem hozunk csak kölyökpesgő. Ó, de jó! Hát most szerencsétek, hogy nincs lehűtve nagyon. Aranka, most már vége. Én gratulálok neked az első utazásod. Köszönöm szépen. Elméknak. Zoltán, puszi nincs, neked is gratulálok. Köszönöm ebből, szépen. Nem ebben, balonnal ilyesével repítettek. Na most a történet. 1873-ban, Párizsban, 16. Kölökpesgő. Lajos korában volt a világon az első hőlégbalon. Hát kicsiket adja, hogy mindökének jusson. Nem isztak. Na hát valami. Az első hőlégbalon utazás. Tudnélik, a mongol testvérök, azok papírgyárosak voltak. És bedobtak egy papírt a kandallóba, az így meggörbült, a paráznál fölemelkedett. Csinálunk hőlégbalon. Csináltak is, ami annyit jelentett, hogy merevvázas volt, papír volt. Ott van az első hőlégbalon a sarokban. A fölül tépet, bárány, szőr, meg fával tüzetek benne, és benne voltak egy páran, kim volt fél pár is, és a pilótának a nevét, akkori pilótának az elsőnek. Francia név, Jean-François Pilat de Rosé. Ez volt neki a neve, és ezért pilóta a világon mindenki. Tudnélik, egy évet vártak, új bufőszálltak, elszúrták, kigyulladt a balon, papír, platy, mindenki meghalt, azóta a pilóta, de még nem volt semmiféle repülőeszköz. Ez a történet a balonolásnak, ezért csináljuk ezt is, úgyhogy grófolhatok. Még a másik. Ezt a nevet jó, hogy egyőzzétek meg, mert eltelik 24 óra. Ezt esetleg olyan helyen vattak, hogy balonosok. Megkérdezem, mi a fantom, nem tudod, két üveg pesgő, egészséget. Pilótánként? Pilótánként két üveg. Hát most itt két pilóta van, nektek nem jutott? Nem, nem kérlek. Ja, nem kérlek. Köszönjük szépen. Kinek van még? Neköd sincs, neköd sincs. Tudom, én tartogatjátok a délre, az unikumra, meg a birkapörkőtre. Na, egészségetökre. Köszönjük. Aztán megöttük a múlt héten. Múlt héten is. Még? Ja. Már én se kérjük ebből. Majd otthon sört, mikor hazaér a kecsevédre. Hú, de jó, hogy nem kértem. Jönnek az unokák ebédre. Vittünk rendes pesgőt. Hát, ebből több kimaradt mindig. De? Nem fogyott el, mert ez is kocsiba, az is kocsiba, azt rágyújtunk. Biztos nem kies senki? Nem köszönöm. Viszünk kölyök persőt. Vasútállomány. Ja, bal, jó? Oké. Okay. Már, ja. Vasúton már nem kell átmenni. Vasúton átjön. Azon még ágyújtunk. Ja? Itt van az épület mögött. A kéménynél. De itt balra tartjuk. Arra, igen. Utána van megint balra. Itt balra, és akkor nincs más hátra, mint előre. Már csak fél egy házam a kecskemet. Ez nem volt itt. Az. No, hát szép sport ez. Akkor most már mehetünk haza. Bulizni itt a nagyfőnök. Jó, azért, itt hagyjuk. Köszönjük. Azért nem olyan egyszerű ám ez, mint ahogy látszik. Ezt én nem tudom. Köszönjük szépen. Azért 6-700 óra mögöttem van ám már. Mind a ketten? Persze. Csak fölvárta szoktunk ezt mondani. Bibok lehet legyen ideje, mert nekünk évente kötelező a 10 óra hossza repült idő, mert akkor nem kell tudni, hanem nincs meg, akkor vizsgálat, tehát ellenőrzőt kell repülni, ellenőrzőt igazából. Évente 10 órát repülünk ki, hogy a maradjon ide fogva. Így tartják, de én szerintem ennyi idő után, én mindig szoktam tavasszal repülni magamnak egyet, nem így maga, hanem három pilótot szoktunk repülni, hogy kézbe legyen. 10 perc sekkert. Ugyanúgy nem lehet elfelejteni, mint amit is. Egészségötökre. Jó éreztük magunkat, jó volt a társaság nagyon. Köszönjük szépen. Szevasz. Szevasz. Szevasztok. Megérik a másik felévedokról, megint a rá. Szia, szevasztok. Köszönjük.
Itt nem csináltunk kárt, hát sajnos néha, de az időt meg le kell repülni, úgyhogy... Jó, jól van. Akkor balagunk. Szép volt, Feri. Feri, mi most is szépe. Az első osztályú volt. Az a legfontosabb. Igen. De azért csak mennyit repült, mennyire van ide Csengele? 9 méterbe? Végvonalba mennyit? Na 20-25 kilométer. Azért repültetek jót. Mi kis ide jöttünk. 20 kilométer forma. Itt mentünk, ott mentünk, erdőn. Őzek szaladtak előttünk, végül itt. Azóta már fel kellett menni a tehéncsorda miatt kétszer, és ott erősebb volt a szél. Erősebb volt a szél. Sokkal jobban haladtunk. Hogy a föld szél az létezett. A föld közelben meg látta szinte. Megállt a levegőbe. Hát jó. Jól van. Szevasztok. Viszlát, szevasztok. Köszönjük.